Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Remélem, hogy jól vagytok. Minden esetre én kívánok minden jót és szeretetet. Channeling a Bibliából. Röviden elmondanám azt, hogyan jutottam el ehhez a forráshoz. Az anyukám 2002-ben halt meg. Annak idején én nagyon szomorú voltam, a Biblia, a hitem, a Jóisten adott erőt számomra. Aztán olyan hirtelen jött egy ötlet, fogtam a nyakláncomat, kinyitottam a Bibliát, és a nyaklánc kimozdult, mint egy inga. Ahogy figyeltem ezt az írást, láttam, hogy bizonyos szavakat közöl, vagy mondatot, és nem csak a Bibliából voltak ezek a szavak, hanem gondolatok is, ahogy éreztem, hogy ez nem is az én gondolatom, hanem ezt kapom felülről. Így kommunikálok a Bibliával, és pontosan ezt szeretném mutatni számotokra. Megvan arra is a lehetőség, hogy kérj egy személyes üzenetet, mint egy energiai egyensúly, ez 4000 forint, és kíváncsi vagyok a jelenlegi üzenetre. Te kicsit szomorú vagy, és fogva érzed magadat. Ez a szomorúság hamarosan elmúlik. Hamarosan lesz nálad egy álom, és ez az álom közölni akar veled valamit. Valaki közeledik hozzád nagyon jó szándékokkal. A halál. Mindenki, aki a Földön él, előbb vagy utóbb meg fog halni. Vedd ezt természetesnek. A halál majd jönni fog. Őrizd meg a nyugalmadat. Itt a Földön lezársz majd valamit. Az anyagiakat nem is tudod átvinni a más világra. Viszont a lelkedet, a szívedet, igen, az elkísér a továbbiakban is.
Az élet, az életed, az megmarad, nem zárul le. Csupán elhagyod a földet, és egy más világban fogsz tovább élni. Ez a változás, hogy majd átlépsz ebbe a másik világba, erőt fog adni számodra, hiszen nem vagy egyedül. Ne félj ettől, hiszen ez számodra egy jó változás lesz. Az Úr majd beszél veled. Ez majd egy másik hely, de nincs messze, és nincs büntetés. Ami történik veled, majd szabad vagy. És majd akkor fogsz élni. A valódi élet tulajdonképpen nem is a Földön van, hanem a lelked visszatér hozzánk. Ha elérkezik az idő, hogy elbúcsúzol a földtől. Nem kell tenned semmit, csupán jönni. Ez volt az üzenet a Bibliából, és én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!